Jeges Diák Olimpián vett részt a Hétkerék Egyesület. Csala Nikolettet és Nagy Violetta Millát kérdeztük a részletekről. Jeges Diák Olimpián vett részt a Hétkerék Egyesület, erről kérdezzük Csala Nikolettet és Nagy Violetta Millát. Köszöntelek titeket, először is tőled kérdezném, hogy mit tudhatunk erről a Diák Olimpiáról. Köszönjük szépen a meghívást, sziasztok! Hát erről a Jeges Diák Olimpiáról azt kell tudni, hogy eddig még így szervezetten az Egyesülettel soha nem vettünk részt rajta, mert hogy ugye mi görkorisok vagyunk. Ilyenkor a gyerekek az iskolájukat képviselik, ugyanúgy, ahogy görkoriba is, mivel így az iskolájukat kell képviselni, ezért csapatversenyekben, például a váltókban nagyon nehezen tudunk csapatokat összeállítani váltóversenyekhez, inkább egyénibe, sőt javarészt csak egyénibe tudnak versenyezni a gyerekek. Bár itt azért kisteleken kicsit könnyebb a helyzet görkori szempontjából, mert azért sokan egy iskolába járnak. Viszont most ezt a jeges versenyt nem vállalta mindenki, és a legkisebbeket nem is vittük, mert hogy ugye nem volt igazán lehetőségünk edzeni rá, ugyanis ez Jászberényben volt megtartva. Na most tudni kell azt, hogy ilyenkor bárki, aki kedvet kap, elindulhat ezen a Diák Olimpián. Ugyanúgy, ahogy akár úszásban, más sportágakban is. Úgyhogy itt találkozhattak a gyerekek hokisokkal, műkorisokkal, jégtáncosokkal, olyanokkal is, akik csak így a szabadidejükbe koriznak, szívesen elindultak ezen a versenyen, megmérettették magukat, úgyhogy, sőt, rajtuk kívül, akik nyilván a legkomolyabb ellenfelek voltak, akikről még nem beszéltem, ők a rövidpályás gyorskorisok, ugye nekik a fő profiluk az a jég, úgyhogy igazából brillíroztak, és meg is mondom őszintén, hogy nem nagy reményekkel, mármint nem ilyen dobogóhódítás reményeivel indultunk ezen a versenyen, hanem tényleg azért a legutolsó görkoris versenyünk ugye szeptemberben volt, 2021. szeptemberébe, ott le is zártuk a szezont, azért edzettünk tovább, viszont most akadt ez a lehetőség, és akkor úgy gondoltam, hogy felvettem a gyerekeknek, hogy mi lenne, hogyha esetleg van, kinek kedve van, elindulnánk ezen a Jeges Diák Olimpián, mert hogy itt ugye az amatőr versenyzők is szívesen el szoktak indulni, szokott is kedvük lenni, egyébként tök jó hangulatú verseny volt, úgyhogy hát volt kedvük hozzá, hál' Istennek, elég sokan mentünk, összesen 12 versenyzővel indultunk, ami egy kicsit megbonyolította a helyzetet, hogy nem volt úgy lehetőségünk felkészülni rá, mint ahogy azt valójában szerettük volna. Tehát ezért is volt az, hogy nem nagy reményekkel indultunk, mert mások heti 4-5 napot vannak jégen és edzenek. Nekünk előtte 3 alkalom volt, 3-szor 1 óra hosszánk. Az Algyő jégpályán foglaltunk időt ahhoz, hogy tudjunk edzeni hétfőnként, úgyhogy én azt gondolom, hogy ehhez képest nagyon jól szerepeltek. Még érmet is hoztunk el, ugye itt van mellettem a Milla. A Milla rövid távon aranyérmes lett a korosztályában, hosszú távon pedig bronzérmes. Na most ez azért is nagy szó, mert egyrészt ugye mi görkorisok vagyunk, másrészt tényleg csak 3 alkalmat voltunk előtte jégen. Annyit tudni kell, hogy azért a Milla, aki már évek óta korizik, technikailag is, meg állóképességileg is ott van azért az élmezőnyben. Úgyhogy nagyon jól tudta azt kamatoztatni, hogy egy új helyzetben mégis teljesen magabiztosan ment a jégen, és hát el is hozta az érmeket, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Először is gratulálunk neked ezekhez a sikerekhez. Hogyan is élted meg ezt a versenyt, mennyivel volt számodra másabb ez a jégen való versenyzés? Köszönöm szépen. Ugye hideg van a pályán bent, ez is már rögtön egy akadály volt, amit meg kellett rögtön ugrani, mert szokatlan volt, hogy be kell töltözni. Több ruhadarab volt rajtunk, több volt ezért a súly, amit cipelni kellett. Szűkebbek voltak a kanyarok sokkal, kisebb a pálya jóval. Ugye, mert 111 méteres egy kör. Nagyon jó érzés volt ilyen jó eredményeket elérni mind a két távon. A harmadik helyzet is gyönyörű hely, mert viszonylag sokan voltunk egy-egy futamba. Az aranyére meg plusz csillog, mert hogy ugye szokatlan a pálya, keveset tudtunk rákészülni a versenyre.
és kemények voltak az ellenfelek is, és örülök, hogy elértem ezeket a célokat. Ezen felül még milyen eredmények is születtek? Nyilván a legkiemelkedőbb az ugye Millának az eredménye. Ugye rövid távon aranyérmes lett, hosszú távon pedig ezüstérmes. Na most a többiek, akikkel mentünk, ugye összesen 12 versenyző volt, egyébként összebútoroztunk a szegedi csapattal, és együtt volt a szállásunk, együtt utaztunk, velük ugye együtt is szoktunk edzeni Görkoriba, úgyhogy a gyerekek is nagyon jóban vannak, szinte olyan, mintha már egy lenne a két csapat, de nyilván mégsem, de a lényeg az, hogy nagyon jóban vagyunk, és nagyon jól tudjuk segíteni egymás munkáját. Amit azért kiemelnék, hogy itt korosztályosan 15-20-25 fős mezőnyről beszélünk, tehát az, amit mondtam az elején, hogy tényleg mindenki itt van, az alatt tényleg azt értem, hogy mindenki. Tehát a hokis versenyzők, a műkoris, a jégtáncos versenyzők, tényleg akinek csak kedve van, most úgy fogom mondani, hogy civilek, mert nyilván nem ez a választott sportáguk, de tényleg mindenki elindult. A legkezdőbbektől kezdve a legprofibb gyorskorisokig azért mindenki itt volt, és nagyon sok kört futottak. Tehát mind a két távon selejtezőktől indultunk, onnan általában idővel a legjobb 12 jutott tovább az elődöntőbe. Azt a legjobb 12-t az 2 darab 6-os csoportba szedték, és onnan már csak a döntőbe a futam győztes 3, legjobb 3, azaz az első, második, harmadik helyezés jutott tovább, és akkor így volt 6-os a döntő. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt a döntőig eljutni. Mi már azt nagy sikerélménynek éltük meg, hogy a legjobb 12-be bent lenni, tényleg ilyen 20-fős mezőnybe. Ez azért nagyon nagy szó, amint említettem, ez a kis idő felkészülés mellett. Úgyhogy a kisebbeknél azért voltak nagy csalódások, mert hogy ugye például nálunk ott a Kristóf meg a Vilmos, ő ugye az ikrek, Millának az öccsei, és ugye velük voltunk tavaly Belgiumba, hát kadett korosztálynak minősülő Európa-bajnokságon végül is, a Kadett Challenge-en, és azért ők a korosztályukban, a görkoriba kiemelkedőek. Viszont nyilván ez egy új szituáció volt részükre is, mármint számukra is, és nem... Nyilván itt egy középmezőny volt az, amit ők képviseltek. És az, hogy élték meg, azért nyilván csalódás is volt benne, de ez egy új dolog, és ez is kell ahhoz, hogy ők ebből többek legyenek. És tényleg azzal próbáltuk biztatni a Danival, ő a szegedi edző, őket, hogy ez teljesen más, ez egy új dolog, ide más technika kell, ide más mozgásforma kell, a maga a pálya is azért 200 méter helyett 111 méter, bár ugye nekünk nincs szabványpályánk itt Kisteleken, úgyhogy még azt mondom, hogy talán egy picit könnyebb helyzetben voltak, mint a többi görkor is, de azért ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció volt, és nyilván a kisebbeknek voltak azért esések is, nehezebb volt feldolgozni, meg elfogadni ezt, aki mondjuk egész évben a görkoriba végig dobogós, és most itt van egy versenyen, egy jeges versenyen, tök jól tud jégkorizni, de mégiscsak egy középmezőnyre elég a tudása. Aztán másnap volt a nagyoknak a versenye, itt a Milláiknál láttuk, azért Bitó Szilvi is egyébként mezőnyben 5. helyen zárt, tehát döntős volt, ez tök jó. A Bonyi Csenge volt még nálunk, és azt hiszem, hogy a második napon ennyi a nagyok közül, meg még a Bazsókat, a szegedi lány a másik csapatból. Ő is szintén mindkét távon döntős volt a Millával, meg a Sziszivel. Úgyhogy ő nekik egy picit talán jobban feküdt ez a jeges történet így a nagyoknak. Nyilván itt már azért döntős szerepeink is voltak, de azért nekik se volt egyszerű, tehát erre tényleg rá kell érezni. Van egyfajta technikája, amit muszáj alkalmazni, különben nem fogja tudni magát az ember megtartani a jégen. Úgyhogy összességében szerintem nagyon jó volt. A bemelegítésnél már látszódott itt a Milláik korosztályában, hogy ez azért működni fog, tehát hogy a dobogó közelbe leszünk, ha nem is mondtuk ki ezt így hangosan. Sőt, amikor a Milla hosszú távon harmadik lett, és láttam azt, hogy benne volt még ebbe több,
de nyilván ő úgy érezte magát biztonságban ott a harmadik helyen, meg a rajt se sikerült annyira jól, úgyhogy végül a harmadik helyre volt elég, és szegény, amikor befutott a célba, akkor azt az arcomat látta, amit soha nem akartam volna, hogy bármelyik gyerek lásson, hogy én tudtam, hogy van benne több, de mégis neki annyira volt elég ott. És tényleg azt a pillantásomat kapta el a célba érkezéskor, hogy nem akartam neki azt mutatni, mert ezzel azt sugallottam felé, hogy nem vagyok vele elégedett, holott nem így van. Csak tudtam azt, hogy ő nem tudja azt, hogy én tudom, hogy ő képes lenne az első helyre is. És akkor utána a rövid táv előtt beszéltük azt, hogy bárhogy is sikerüljön, mert tudtuk, hogy a döntő biztos, engedje el, és tök mindegy hanyadik lesz, én akkor is nagyon büszke leszek rá, mert hogy eljutottunk idáig egy tök más sportágban, mint a miénk, ez hatalmas szó. És el is engedte, simán elsőnek ki is rajtott, behúzta az első helyet több mint fél kanyar előnnyel, úgyhogy hát igen, mindenkit másképp kell kezelni. Van, akit le kell szidni, hogy jobban menjen neki, van, akit meg inkább biztatni kell. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok a hétvégével, szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy reméljük, hogy folytatjuk így ezt a felfelé ívelést a görkori szezonban is majd. Adománygyűjtés indult az Ukrajnában menekülteknek Kistelken is? Erről kérdeztük Kácsor Pétert. Adománygyűjtés indult Kisteleken is az Ukrajnából menekülteknek. Erről kérdezzük Kácsor Pétert, a gyűjtés egyik szervezőjét. Köszöntelek, hogyan is jött ez az ötlet, hogy Kisteleken is elinduljon ez a gyűjtés? Köszöntöm én is a Kistelekváros Televízió nézőit. Hát maga a sajnálatos helyzet az egyből cselekvésre készített bennünket is, és szerencsére a kollégák ebben önkormányzatnál, polgármesteri hivatalban dolgozó kollégák ebben partnerek voltak, úgyhogy a helyszínt azt az önkormányzat épületét, polgármesteri hivatal épületét adtuk meg, jelöltük meg helyszínként, ezt azért elég sokan ismerik, és a mindenféle szervezeteknél lévő kapcsolataimat próbáltam ezt felhasználni. Sokan választották azt a megoldást, hogy a határoz valamelyik határállomásnál lévő már oda kitelepült szervezetekhez vittek egyből, vagy akár az ottani polgármesteri hivatalokhoz egyből segélyszállítmányokat, de inkább ettől egy elvileg könnyebb, és egyébként logisztikai szempontból, illetve a menekültek tényleges legjobb ellátását szem előtt tartva azt a megoldást választottuk, hogy végül a Vöröskeresztnek a szegedi raktárába vittük a szállítmányokat. Eltelt egy pár nap, mire mi elkezdtük a gyűjtést a háború kirobbanása, illetve az első menekültek érkezése után, de nem is volt igazából ez olyan nagy baj, látva már az azóta eltelt időszakot, mert például arra tökéletesen jó volt, hogy kiderült, hogy miből van a legnagyobb hiány, mire van a legnagyobb szükség, hogy juttassuk el ezt. Gondolok itt arra, hogy csomagolva, dobozolva, válogatva, mert persze minden tiszteletet megérdemel az, aki segít, de azért nem mindegy, hogy mondjuk válogatva, szortírozva, szavatossági időket ellenőrizve juttat el egy segélycsomagot, vagy pedig mindenből mindent rakva egy-egy dobozva, aztán még azt jó becsomagolva, mint ahogy erre is láttam példát, magánál a Vöröskereszt raktárában is, illetve hát a fényképeken, közösségi oldalakon, és mi próbáltuk ugye inkább ezt a munkát már itt helyben elvégezni, a szállítás előtt, hogy a felhasználóknak, illetve a segélyszervezeteknek minél kevesebb dolguk, gondjuk, bajuk legyen ezzel. És hát rengeteg telefonálás, rengeteg információgyűjtés után jutottunk arra a végeredményre, hogy egyrészt a Vöröskereszt, nem csak azért, mert oda van jó kapcsolat, hanem azért, mert elég sokat bizonyított már ez a szervezet, én azt gondolom, az elmúlt években, évtizedekben. Másrészt pedig az ő szegedi raktáruk és a velük való ugye, szoros kapcsolat és folyamatos információ, az adta magát, hogy
mi is ezt a felületet használjuk. Ugye többen kérdezték, hogy mikor visszük a határa, ők is eljönnek. Nem zárkóztam volna attól sem, csak feleslegesnek éreztem 350 kilométert oda, aztán majd vissza, vagy akár 400-at is autózni, és akkor ott nem biztos, hogy az ember a legmegfelelőbb helyre juttatja el a csomagját. Így biztosak vagyunk benne, hogy jó helyre került. Azt is láttuk, hogy jól előkészítve vittük be a csomagokat. Tényleg még a konzerveket is kétfelé válogattuk. Voltak ugye a készételes konzervek, amit csak meg kell melegíteni, voltak a hideg konzervek, a májkrém, bagdalt hús, stb. Ezeket is külön, és tényleg minden az, hogy köszönöm, az igazából így kevés, mert azzal nem tudom csak így szimplán kifejezni az emberek jó cselekedetét, de a legnagyobb tapasztalat és a legjobb tapasztalat az volt, hogy mondhatom azt, hogy szinte 100%-ban csak a kért dolgokat hozták, és tényleg le a kalappal, mert láttuk azt több helyen, hogy bocsánat, hogy így mondom, de mindenféle haszontalan dolgok érkeznek, csak azért, hogy elmondhassa valaki, hogy ő is segített, aztán utána ezzel okoz egy nagy csomó plusz munkát másoknak. Ide hozzánk tényleg a legszükségesebb a listára felírt termékeket hozták kivétel nélkül. Érkezett hozzánk is például ruha, bár azt nem kértünk. De ezzel sincsen semmi gond, természetesen ezt nem dobtuk ki, ezeket elraktuk, most egyelőre nem kérték. De valóban, vagy valószínűleg hozhatja úgy még az elkövetkezendő időszak, hogy erre szükség lesz. Ezek továbbra is ott vannak az irodában, sőt azóta is érkeztek újabb adományok, ezeket is ugyanúgy a korábbi szisztéma szerint dobozokba szortírozva elkezdtük gyűjteni, összerakni. Hogyha majd a következő időszakban a helyzet meg a sors úgy hozza, akkor ezt is fel tudjuk használni, ezt is el tudjuk juttatni oda, ahova kell. Illetve készítettünk azóta már ilyen kisebb csomókat is, amik azonnal kvázi egy ilyen gyors étvágy vagy éjségcsillapító gyanánt, mint egy kis élelmiszercsomag átadhatóak. Abból az apropóból, hogy a kis telekre is érkeztek már az elmúlt napokban menekültek, átmeneti segítséget kértek, kollégiumban, szállodában is voltak elszállásolva, így szükség szerint, hogyha az ő ellátásukban esetleg fennakadás vagy probléma van, akkor ezekkel tudunk segíteni. Ezekben a csomagban ugyanúgy van pelenka, mert rengeteg kisgyerek van, vannak kis műzliszeletek, kis édesség, kis tartós élelmiszerek, 0,2-es vagy fél literes üdítők, amiket ugye azonnal el tudnak fogyasztani, és mondjuk nem kell a PET-palackokkal utána bóckodni. Úgyhogy továbbra is ezt a gyakorlatot követjük, vagy követik a kollégák, és hát bízunk benne, hogy nem kell sokáig, de a környezet, illetve a hírek azt mutatják, hogy valószínűleg egy ilyen tartós humanitárius válságra kell berendezkedni, és hát a kapcsolata a Vöröskereszttel megvan, azóta kollégák már voltak is benne önkéntes munkát végezni és segíteni ott a raktárukba válogatni. Tehát, hogyha így hozza a sors, akkor majd még erre is tudunk szervezni, akár segítséget is ide Szegedre. Kik voltak, akik segítették így a gyűjtést? Mondom a logisztikai oldalt először, tehát a legnagyobb segítséget akár a szervezésben, akár a válogatásban a kollégáim közül Remzső Fanni és Vas Rózsa nyújtotta. Ők voltak, akik szinte kivétel nélkül az összes adományt fogadták, szortírozták, dobozolták, késő estig is azokban a napokban, és próbáltunk hírt adni azokra a nagyobb támogatókról, adományozókról, akik tényleg vagy nagyobb értékű, vagy akár anyagi formátumú segítséget nyújtottak. Ugye ilyen volt például az EFI, ők maguk úgy kérték, hogy az egészségügyi intézménynek a dolgozói, ként tüntessük fel őket, ők ugye komolyabb felajánlást tettek, már nem is emlékszem, de 8-10 nagy dobozt hoztunk el, abban papolonok, párnák, rengeteg különböző élelmiszer, pelenka, nagyon sok minden volt. Ugye a Nők a Családokért Egyesületnek volt egy nagyobb értékű felajánlása, ők is például célzottan gyógyszereket, tápszert, vitaminokat főleg
hoztak. Hát ugye Irénke, Kunstár Irénke fogta össze ezt a szervezetet, és ő képviselte őket, illetve jelentősebb felajánlást tett a Csongrád megyei tűzoltószövetség és a Balázscsai önkéntes tűzoltó egyesület. Ugye mind a kettőnek az elnöke, képviselője Virág István, Balázscsáról, ő kezdeményezte azt, hogy maga a megyei tűzoltószövetség ajánljon föl egy nagyobb összeget, ez egyébként 100 000 forint volt, 100 000 forintért szintén célzottan gyerekeknek cumis üveg, pelenka, tápszer, kifejezetten olyan dolgok lettek vásárolva, ami a gyűjtés során látszott, hogy hiány cikk, illetve abból kevesebb jön be, és ezt tolta még meg a Balázscsai önkéntes tűzoltó egyesület szintén 50 000 forinttal, és akkor Pistovácsózott át, sőt, még egy balázscsai vállalkozó is csatlakozott ehhez, és például az önmagában egy ilyen 175 000 forint értékű vásárlás vagy felajánlás volt. Remélem, nem hagytam ki senkit. Természetesen rengeteg, tehát 100 fölötti, jóval 100 fölötti volt a magánszemélyek létszáma, plusz a szervezetek létszáma. Remélem, hogy a legnagyobbakat említettem, és nem hagytam ki közülük senkit. Emellett természetesen a Kistelekváros önkormányzata is segített azonnali pénzbeni utalással, és tudom, hogy ahhoz még többen csatlakoztak, és az is rendben van természetesen, hiszen abból ugye a legszükségesebbeket tudják, amire ténylegesen szükség van, azt tudják venni. Mi ezt a másik utat választottuk, ezzel több volt a munka, de így azt látom, hogy többen tudtak osztozni, vagy részt venni, részesedni ebben a feladatban, és olyan kettőséget láttam több ember arcán, egyrészt örültek, hogy segítettek, másrészt meg borzasztóan sajnálták, hogy ilyen okból kifolyólag kell segíteni, és tényleg nagyon sokan jelezték, hogyha még a jövőben is valamire szükség van, akkor szóljunk, jelezzük, írjuk ki újra, ne legyünk restek, és akkor ugyanúgy fognak segíteni. Úgyhogy még egyszer, és ismét csak köszönni tudom a kollégáim nevében, illetve hát a Vöröskereszt nevében is, hogy ilyen jól, ilyen gyorsan és tényleg célirányosan tudtunk segíteni ebben a feladatban. Újra Kistelken járt a Körúti Színház. Galambos Zoltánt, a színház igazgatóját és a darab főszereplőjét, Jankovics Pétert kérdeztük. Újra Kistelken a Körúti Színház csapata, az igazgatót, Galambos Zoltánt kérdezzük. Erről köszöntöm, mivel is érkeztek ma ide Kistelekre. Ez az egyik, az idén szokásunk területen két bemutatót tartottunk, azért mert a Covid picit tizedelte a repertoárt, így most két bemutatónk volt, és ebből az egyiket hoztuk most, ez a Furcsa pár. Ezeken borzasztó régi vágyam volt, hogy ezt bemutassuk, mert ez Neil Simonnak, aki hát ugye a világ legünnepeltebb vígjátékszerzője, 40 éve, az egyik legkiválóbb és legközismertebb, vagy legismertebb darabja. Én nagyon-nagyon szeretem, milliószor láttam a filmet Walter Matthau és Jack Lemmonnal, és színházban is láttam, más színházban is tudtam, hogy ezt a darabot nekem egyszer meg kell csinálnom, és ugye pár éve csatlakozott a társulatunkhoz Jankovics Péter, és én azt gondoltam, hogy na ha valami a Petinek való szerep, a Felix Anger, na ez az. És nem is kellett csalódnom, mert kiváló benne, és a közönség is rettetesen szereti, és hát ez ma este is ki fog derülni, ebben én biztos vagyok. Ugye volt nekünk a tévéműsorunk, az Így nem játszunk mi, amit ugye a Kisteleki TV is adott, az 13 részt élt meg, azt ugye a pandémia alatt csináltuk, a pandémia fősodrában, így unalmunkban, meg hogy ne essünk egy gyakorlatba, meg hogy kapcsolatban maradjunk a közönséggel, és hát ugye mi forgatunk, most már mi 6. éve minden nyáron valamelyik darabunkban mozifilmet készítünk, ami ugye külső helyszínes. Ezek hát vegyes halmazállapotban vannak, ugye a spanyolul tudni kell, azt már olyannyira bemutattuk, hogy már szabadon elérhető a YouTube-on, tehát mindenkinek ajánlom, Körúti Színház spanyolul tudni kell, ezt kell beírni a YouTube keresőbe, és szabadon nézhető, remekül szórakozható. Tahitót László, Vándor Éva, Pusztaszéri Kornél, én nagyon szeretem azt a filmet, és ugye Tahitót Laci nagyszerű kollégánk volt, ez volt az utolsó munkája, úgyhogy nézzék csak bátran. Az Én és a kisöcsém című filmünk, az teljesen készen van 2 éve, és 2 éve egy dobozban várja, hogy mondani
másoknak a jobb sorsát, hogy az emberek elkezdenek újra moziba járni és bemutathassuk. Én nagyon szeretném, ez most tavasszal megtörténni ennek a bemutatója. A Piros Bugyalár is szintén teljesen készen van, ugye Esztergel és Cecília, Koncz Gábor főszereplésével, egy szintén remekül sikerült film, az is készen van, várja, hogy bemutathassuk, és másik két filmünk pedig utómunka alatt áll. És aztán hát idén nyáron lehet, hogy neki lendülünk az Üvegcipő eladások megfilmesítésének, ami hát ugye azért nagy falat és nagy dolog, mert Molnár Ferencből nem nagyon készültek mozifilmek Magyarországon, és azért nem, mert ő ugye Amerikában halt meg, és halál előtt a filmjogokat Amerikában hagyta, és ugye Amerikából nem lehet filmjogokat vásárolni, mert annyi pénz nincs földön is. Igen, de az idén letelik a szerző halál utáni 70 év, és akkor jogmentesen lehet belőle filmet készíteni, úgyhogy valószínűleg a nyár másik felében nekiugrunk annak a filmnek is. Hogyan is tetszik Kistelek, amennyit így eddig láttál belőle? Nagyon tetszik Kistelek, így a fő utcát láttam, meg a művelődési ház gyönyörű, úgyhogy eddig, illetve a Kék Láng ABC-t láttam, ott is fantasztikus a kínálat, úgyhogy nagyon tetszik eddig a város, és többet nem is nagyon mondhatok róla, hiszen ahogy vége az előadásnak, megyünk vissza, úgyhogy... Mit tudhatunk az előadásról és a te szerepedről? Hát én Félix Anger szerepét játszom, aki egy ilyen nagyon pedáns, ám de nagyon hisztérikus ember, nagyon nehéz természet, összeférhetetlen, és hát óriási pekhére elhagyja a felesége, ezért beköltözik Oszkár nevű barátjához, aki viszont teljesen az ellentéte, és hát ebből adódnak a bonyodalmak. Milyen volt ezt a szerepet megformálni számodra? Hűha, hát Neil Simont játszani mindig nagyon jó, pont beszélgettünk Galambos Zolival az úton idefelé, hogy mindegyik Neil Simon fantasztikusan meg van írva, tehát hogyha nem is tesz hozzá az ember semmit, csak jó ritmusba elmondja a mondatokat úgy, ahogy az meg van írva, az már egy fél siker, úgyhogy nagyon jó volt próbálni ezt az előadást.